Vigasság. A jó bornak is kell a cégér. Faültetés. Nemes ügy szerencsen. Futóverseny. Aradi vértanúk emléknapja. Üdvözlöm a Globo Televízió nézőit! Civil kezdeményezésre közösségi faültetést szerveztek Szerencsén a Szabadság utcában október 5-én. A szervező és az ötletgazda Török Tamás volt, akinek célja a környezetünk védelme és városunk szépítése volt. A rendezvény támogatója Szeretlek Szerencs volt, a csemeték utógondozását is a Sziget Alapítvány végzi majd. Aki fát ültet, az gondol a jövőre. Ezzel a gondolattal kezdte köszöntő beszédét Nyíri Tibor Szerencsváros polgármestere október 5-én a Szabadság utcában, ahol civil kezdeményezésre közösségi faültetést szerveztek. Örömtelinek találta, hogy a hideg ellenére sokan voltak jelen. Ez az akció Török Tamásnak volt a kezdeményezése, aki már hónapokkal ezelőtt megkezdte az előkészületi munkálatokat. A polgármester hangsúlyozta, hogy faültetéssel foglalkoztak ezelőtt is, Kis Attila barátjával ásták ki a megyeszói pincék közt a csemetéket, majd azokat ültették. A faültetés egy örök és folyamatos dolog az emberek életében. A városvezető szólt arról, hogy korábban Németh Lajos meteorológus tartott előadást a várban, aki a globális felmelegedés és klímaváltozásról beszélt. Az ismert meteorológus megjegyezte, hogy sok zöld felület van a városban, a gyárkert, várkert és az egészségügyi központban is nagy felületen láthatunk zöld növényzetet. Azért, hogy ez így maradjon vagy tovább növekedjen, ahhoz újabb növényeket kell ültetni. A Szabadság utcát szándékosan választották ki, mivel frekventált lakókörnyezetben van, majd olyan fákat választottak, amelyek a lakóövezetben évek múlva is kellemes látványt nyújtanak a pihenni vágyóknak. Novemberben is szeretnék folytatni, mert nincs annyi fa, amit ne lehetne elültetni az emberek és a környezet érdekében. A gödröket előre kiásták, ahová jó minőségű földet is vittek. Körülbelül 25 fát ültetünk el, azt nem mondom, hogy fafajt, mert vannak egyneműek is. A tervet Kedves Bélával készítettük el, aki ugye a környéken egy ismert kertész, erdész ember. Ő is szállította le a fákat, és gyakorlatilag a előkészített ültető helyekre fogjuk a fákat beültetni, azért, hogy növeljük a városban a zöld felületnek a számát, ez az elsődleges cél. Az embereknek pihenőhelyet ad, azért választottuk ki ezt a területet, megnéztük a város műszaki osztályával, hogy melyik lehet az a terület, ami alkalmas lehet emberek közelébe, lakóterület közelében, és erre a helyre esett a választás. Természetesen folytatni szeretnénk. Megvolt a mai napra a második ütem is, de úgy döntöttünk, hogy néhány héttel elhalasztjuk. Valamikor november hónapban szeretnénk folytatni egy másik területen a faültetést. A fák ültetése előtt Török Tamás köszönetet mondott mindenkinek, aki részt vett az eseményen, kihangsúlyozta, hogy külön köszöni a Kossuth körnek is a jelenlétet. Tovább szeretnék folytatni a faültetéseket. Mostanában elég sokat kertészkedek, szeretem a természetet, és egy kora tavaszi nap a Facebookon néztem, hogy az egész világ megmozdult azért, hogy mentsük meg a földet, telepítsünk egy erdőt. Nekem az elsődleges célom az volt, hogy egy erdőtelepítés valósuljon meg Szerencsén valahol. Kérvényeztem, láttam, hogy itt ez a terület elég sokszor gazos volt mostanában az elmúlt két évben, és úgy gondoltam, hogy miért ne lehetne ide egy esetleg egy ligetet vagy egy erdőt ültetni, létrehozni. Én is párom vettünk legelőször részt, én ezt már április óta fejtegettem, hogy zöldítsük, szépítsük és mentsük meg mi is, mint Szerencsváros a földet. Majd mivel, hogy a fákat össze lehet ültetni, ezért a Sziget Alapítvány megkeresett és segítette a tervem megvalósulását. A munkálatok során a kicsik és nagyok is aktívak voltak, ásókkal és lapátokkal segítettek szüleiknek, nagyszüleiknek. A rendezvényen kihelyeztek egy becsületkasszát, mivel többen előrejelezték támogatási szándékukat. Aki hozzájárult és támogatta a faültetést, annak a nevét függelékeken felírták egy táblára. Ünnepélyes keretek között adták át október 7-én a Borsoda-Bauer-Zemplén megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szentpáli utcai székházát. Az épület 538 millió forintból modernizálták, amelynek költségeit teljes egészében a kamara finanszírozta. Ehhez az elmúlt 25 esztendő tudatos gazdálkodására volt szükség.
A Borsodabaui Zemplén megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szent Páli utcai székházának ünnepélyes átadásán a konferencia terem több mint 100 meghívott vendéggel telt meg, akiket Bihal Tamás az elnök köszöntött. Beszédében hangsúlyozta, hogy 538 millió forintból modernizálták az épületet, amelynek költségei teljes egészében a kamara finanszírozott. Ehhez az elmúlt 25 esztendő tudatos gazdálkodására volt szükség. Ehhez hozzátette, hogy az épület az erőt és a megye vállalatai közötti összetartozást jelképezi. Hosszú munka és előkészítés után jutottunk el idáig, ez egy öröm. Az épület megújult, azt gondolom, hogy egy modern irodaház Miskolc abszolút belvárosában 532 millió forint volt a bekerülési költség, kamara ezt saját forrásaiból finanszírozta, erre büszkék vagyunk, és azt remélem, hogy az a 3000 négyzetméteres bruttó terület, amely így 180 ezer forint per négyzetméter fajlagosból épült, az egy méltó helye lesz a kamarai munkának a következő 25 évben is. Persze az épület az csak egy épület, a lelke a tartalom, de hát a tartalomból sokat beszéltünk, kamara igyekszik támogatni a vállalkozásokat. A munkatársak nyilván egy megújult irodában, egy más millióban végzik a munkájukat, remélem ez a minőségre is hatás lesz, és hát azt is gondolom, hogy a sok protokoll vendég, nemzetközi delegáció egy kamarához méltó épületet kap, amiben fogadni tudjuk őket. Parag László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke kiemelte, hogy a megyei szervezet munkatársai kiváló munkát végeztek. Hozzátette, hogy a megyei jogú város és ez a gazdasági szervezet szépen felépítette ezt a jól működő közösséget. Tállai András miniszter helyettes is tiszteletét tette az eseményen, aki gratulált az elnöknek és munkatársaiknak a színvonalas munkához. A pénzügyminisztérium miniszter helyettese néhány mutatóval támasztotta alá a magyar gazdaság teljesítő képességét. Hozzátette, hogy a GDP 5,1%-kal nőtt tavaly a KSH adatai szerint, ez a növekedés eddig idén is kitartott. Az is elhangzott, hogy 70% alá csökkent az államadóság, az infláció pedig 3% körüli. Többek között cserélték az irodai, informatikai, elektronikai, fűtési és vízrendszereket, valamint kibővítették a szentpáli termet is, amelyet emellett korszerű technikai eszközökkel szereltek fel, így a székház konferenciateremmel is gazdagodott a felújítás után. A 21. század modern követelményeinek megfelelő új Mercedes szalon építését tervezik Szirmabesenyő ipari parkjában, jelentette be október 7-én Huszti Gábor a település polgármestere. Elhangzott az, hogy a 16 ezer négyzetméteres telket már megvásárolták, amely kétszer olyan nagy, mint a jelenlegi szalon. A Szirmabesenyőben hamarosan épülő új Mercedes szalon látványtervei már elkészültek. A modern német mintára tervezett üvegpalotát a tervek szerint már jövőre elkezdik építeni. Ez a szalon nem csak nagyobb és újabb lesz a jelenleginél, hanem egy teljesen új rendszer is működik majd benne. Balog József, az MBM Kft. Ügyvezető igazgatója szólt arról, hogy hamarosan a 35 fős dolgozói létszám 40-re emelkedik majd, amire a vásárlók megnövekedett igényei miatt volt szükség. Ez az épület nem csak a nagyságában lesz eltérő a jelenlegitől, hanem a felszereltségében is, ugyanis ez egy mondhatni automatizált, digitális világgal felszerelt épület lesz, amit nem csak az értékesítők vagy a szervizben dolgozó kollégák fognak kihasználni, hanem az ügyfelek is, ugyanis egy automata irányító rendszer fogja az ügyfeleket az épületen belül eligazítani. Az autók mellett nem lesznek értékesítői állomások, tehát az embernek az első benyomása az lesz, hogy ez egy nem hétköznapi autószalon, inkább a múzeumra vagy egy autómúzeumra hasonlító beltere lesz az épületnek. Soha nem láttunk még ilyet korábban. Szirmabesenyőben vagyunk, de nem Szirmabesenyő vásárol elsősorban. Nyilván a régióról nagyon sokan azt hiszik, hogy nincsen fizetőképes kereslet az ilyen értékű prémium kategóriás autókra és a szervízre. Mi ezt megcáfolhatjuk erősen. Ma a megyei városok közül mi a negyedik legtöbbet értékesítő Mercedes autószalon vagyunk Magyarországon, ami szerintem meglepő számunkra is az egyébként. A nagyközség első embere hangsúlyozta azt, hogy 2016-ban települt be a község
Szépség ipari parkjába az MBM Kft., akik azóta folyamatosan fejlődtek. Hozzátette, hogy a cég kinőtte a jelenlegi helyét, ezért döntöttek úgy, hogy szükség van egy új létesítmény építésére. Elhangzott az is, hogy ebben a régióban is szükség van a prémium kategóriájú személygépjárműveket forgalmazó vállalkozásokra, hiszen itt is van rá fizetőképes kereslet és igény is. Szilmabesenyő azt gondolom, az elmúlt 3-4 évben példátlan fejlődés produkált, úgy a gazdaságát tekintve, mint ahogy maga a település fejlesztés itt lezajlott az elmúlt években. Ennek a fejlődésnek az egyik jele az, hogy a Mercedes szalon az kinőtte magát gyakorlatilag, az MBM Autó Kft., amelyik ezt üzemelteti, gyakorlatilag lépéskényszerbe került, mondhatom azt. Egyszer nem tudnak bővülni a saját telephelyükön, és úgy döntöttek, hogy itt Szirmabesenyőben egy 1,6 hektáros területnek a megvásárlásával egy teljesen új szalont építenek, ami egy német mintájú, a Mercedes gyár által ajánlott high-tech üvegpalota lesz gyakorlatilag. Egy emeletes épületet kell majd elképzelni. Nyilván ennek a projektnek lesz valamennyi munkahelyteremtési vonzata is, tehát bővülni fognak, és új álláshelyek jönnek létre a régióban ezáltal. Másrészt pedig hát nyilván egy nagyobb autószalon az értékesítésben is meg fog mutatkozni, nagyobb árbevételt, és ezáltal a községnek nagyobb adóbevételt fog jelenteni. Szirmabesenyő polgármestere hangsúlyozta azt, hogy az önkormányzatnak nagyon jó a kapcsolata az autószalonok tulajdonosaival. Az MBM Kft. Anyagilag is támogatja a nagyobb rendezvények megvalósulását, és a sportra is áldoznak az adóforintjaikból. A polgármester szerint a cég nem csak munkahelyeket teremt, hanem a nagyközséget anyagilag is támogatja. Mondhatom azt, hogy napi szintű a kapcsolat, és szinte már-már baráti. Tehát gyakorlatilag bármilyen apró cseprő kéréssel fordult hozzánk a szalon, akkor mindig igyekeztünk nekik segíteni. Támogatják a helyi sportéletet, TAU támogatást nyújtanak, most éppen egy élőfüves nagypálya építési programhoz is nyújtanak TAU támogatást, részt vesznek a helyi rendezvényeken. A sajtótájékoztatón elhangzott az, hogy a 16 000 négyzetméteres telket már megvásárolták, amely kétszer olyan nagy, mint a jelenlegi szalon. Balog József elmondta azt, hogy nagyon örülnek annak, hogy tavaly megkapták az ügyfél elégedettségi díjat, amelyre nagyon büszkék. A Mercedes szalonban kialakítanak majd pihenőszobát, gyermekmegőrzőt és ügyfélvárót is, azért, hogy a prémium kategóriás személyautókat vásárlók igényeinek megfeleljenek. Tokajban október 4 és 6 között minden a szőlőről és a borról szólt. Látványos szüreti felvonulás, finom ételek, különleges borok és változatos programok szórakoztatták a fesztiválra érkezőket. Hegyaljai polgármesterei idén is összeadták azt a szőlőt, amelyből a következő esztendőben elkészül a polgármesterek bora. A Tokaji Szüreti Napok programsorozat csúcspontja ez alkalommal is a felvonulás volt, amelyet a kisbíró vezetett. A menetben feltűntek fúvózenekarok, Tokaj-hegyalja településeinek képviselői, borlovagrendek, szőlőkorona és szőlőkoszorúvivők, a szőlőművelés fázisait megjelenítő jelmezes csoportok, fogatok, hintók, hegyaljai hagyományőrző egyesületek, a helyi óvodások és iskolások is. A fogatban ülők a fesztiválozó a vidék méltán híres nektárjával kínálták. A felvonulás után a 27 hegyaljai település polgármestere a főtéren felállított színpadon összeadta azt a szőlőt, amelyből a következő esztendőben elkészül a polgármesterek bora. Az esemény résztvevőit Posta György Tokajváros polgármestere köszöntötte, aki beszédében arról szólt, hogy ez az ünnepség példaértékű, és ez az összefogás az egész világon egyedülálló. Azt gondolom, hogy kezdeti igazság, hogy a jobbornak is tele a cége,
és hát úgy gondolom, ez a mai rendezvény, igaz, hogy az időjárás egy kicsit odavágott neki, de tényleg az arról szól, arról az összefogásról hegy alján, aminek igazából kell a cégér, és azt hiszem, hogy erre lehet felépíteni majd azt a jövőképet, amit szerintem hegy alján a 27 településnek zászlajára kell küldeni. Ez egy jó példa, az összefogás, hogy van egy közös cél, amiért össze lehet fogni. Én azt gondolom, hogy sok ilyen célt kell megfogalmazunk magunk előtt annak érdekében, hogy hegy alja megkapja azt a különböztető figyelmet a kormányzattól, amit eddig is élvezett, de én úgy gondolom, hogy jövőben még jobban élveznie szeretné, mert azt gondolom, nélküle nem megy. Ez a tokai polgármesterek borja, ez a világon sehol nincs, és hiszem, hogy ez tényleg egyedülálló, és erre büszkék lehetünk, és büszkék lehetünk arra, hogy ez 2002-ben, amikor a világörökségi címet elnyerte a 27 település, akkor ez a gondolat megszületett, és azt hiszem, hogy erre is lehet építeni, és én úgy abban bízom, hogy a 27 polgármester át fogja értékelni jövőben ennek az egésznek a szellemiségét és a céljait papírra vetve olyan biztatást ad ennek, vagy olyan lendületet fog adni ennek a bornak, ami még szerintem sokkal, de sokkal több eredményre is képes, mint amit most elért. Felelevenítették a megkötözés hagyományát is, miszerint egy gazda csuklóját megkötözik annak érdekében, hogy az idei termés megfelelően kerüljön be a pincébe és forjon ki. Idén Nagy István agrárminiszter kapta ezt a megtiszteltetést. Az ünnepi alkalmon tiszteletét tette Nagy István agrárminiszter, aki arról szólt, hogy a jó bornak is kell a cégér, ezért a kormány úgy határozott, hogy 3,5 milliárd forinttal támogatja a gazdákat a sikeres értékesítésben. Az idei év piaci tapasztalatai alapján módosítják a szőlő szerkezet átalakítási támogatások feltételeit, a jövőben előnyt élveznek azok a gazdák, akik tudatosan a piaci igényeknek megfelelő ültetvény telepítéséhez igényelnek támogatást. Az agrárminiszter szólt arról, hogy külön figyelmet fordítanak a Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsának javaslataira, és az Unió által engedélyezett legmagasabb 75%-os támogatást biztosítják a borvidék azon szőlőtelepítéseihez, amelyek a magas minőséget és a régi, jó adottságú területek termelésébe vonását célozzák meg. Ezután a Grand Tokaj ZRT képviselője vette át az összeadott asszút és szőlőt. Mint mondta, nagy öröm és megtiszteltetés, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan idén is ők készítik el a világon egyedülállónak számító polgármesterek borát. Az Ács Károly főborászuk által készített nedűt a tavaszi palackozás után várhatóan a jövő májusi ünnepségen adják át. Tokajban 1932-től rendezik meg a szüreti napokat. A Borvidék névadó településén hagyományosan október első hétvégéjén ünneplik a szőlőt és a bort. A Szerencsi járás pedagógusainak alkotásaiból nyílt kiállítás a Szerencsi Rákóczi vár Árkád termében. A tanítók, tanárok, óvodapedagógusok nem csak a munkájukban nagyon kreatívak, hanem szabad idejükben is sokféle alkotások kerülnek ki a kezük alól. Nyerges Rita, a Borsodabaui Zemplén megyei pedagógiai szakszolgálat Szerencsi tagintézménye tehetségkoordinátora munkája során járja a környező települések nevelési és oktatási intézményeit. A gyerekek fejlesztése mellett a pedagógus nyitott szemmel jár az épületekben, csoportszobákban, tantermekben és a folyosókon is, ahol szebbnél szebb alkotásokkal találkozott. Ezeket a munkákat látva jött az ötlet Nyerges Ritának, hogy egy kiállításon szeretné megmutatni másoknak is ezeket a műveket. A tárlat megszervezéséhez a pedagógiai szakszolgálat vezetése és munkatársai nyújtottak segítséget az ötletgazdának. Ez úgy volt, hogy a pedagógiai szakszolgálat dolgozójaként a körzet településeihez kijárunk fejleszteni. Ott szembesültem azzal, hogy a kollégák milyen szépen dekorálják az intézményeket, hogyan készülnek fel az óráikra, milyen mesei illusztrációkat készítenek. Ez inspirálta arra, hogy ezt a szépet másnak is megmutassam, és hogy ezt a majdnem, hogy nem mindenki által sikerült műveket ne csak ott tartsuk, hanem a nagyvilág előtt is bemutathassuk. Mindenféle technikákat hoztak a kollégák, különböző képzőművészeti technikákat találhatnak itt, monotípia, litográfia,
litográfia, tűzzománc, horgolás, olajfesték, patikfesték, dekopázs, ragasztás, repesztőlak használat, lakásdekorációk készítése, virágkötészeti technikák, patchworkvarás. Tehát színes a paletta, és ilyen színes egyéniségek az alkotók is. Ami mögöttem látható, az például az festészet ecset nélkül. Az én pedagógus kollégáim, akikre méltán büszkék lehetünk, ilyen színes egyéniségek. Gyerekekkel foglalkoznak, de ők maguk a saját szabadidejüket áldozzák erre. És ami éppen az alkotói tevékenységhez szükséges, az az ihlet adja meg, és az ihlet ilyenre inspirálja őket. Játékok is készültek a horgolmányokból, viszont ez nem kimondottan gyerekeknek szól, az életüket a gyerekek között élik le, hanem önmaguknak, a családjuknak, vagy pedig majd a felnövekvő nemzedéknek csak mintának. Garai Lászlóné Piroska, a Prügyi Mesevár napközi otthonos óvoda pedagógusa, a napi nevelő munka mellett mézes kalácsokat készít megrendelésre. Ezt annyira szereti, hogy már sok díjat kapott szívvel és kézzel készített alkotásaiért. A mézes kalácsosság előtt én nagyon szerettem festeni többféle technikával. Ide a kiállításra krétarajzaimból hoztam, üvegfestményeimből és a tusrajzaimból. A szép érzék az a legfontosabb, én úgy gondolom, mivel esztétikai nevelés is van az óvodában. Igen, az óvoda pedagógusok, én azt gondolom, szinte mindenki kreatív. Tehát ez előfeltétele is a szakmánknak, hogy ugye a nevelésbe a gyerekeknek minél többet meg tudjunk mutatni a vizuális technikák közül. A tárlat szervezőinek az volt a célja, hogy a szakszolgálat által ellátott intézményekbe dolgozó pedagógusok bemutathassák alkotásaikat, ezáltal jobban megismerhessék őket mások is. Akik megtekintették a kiállítást, felfigyeltek arra, hogy milyen kézügyességgel és kreativitással rendelkeznek a pedagógusok, akiktől tanulnak a gyerekek. Az alkotások tükrözték a készítők képzelő erejét és ötletgazdagságát is. Az aradi vértanúkra emlékezve koszorúkat helyeztek el a Hősi Emlékműnél Tarcalon október 6-án. A hagyományokhoz híven a megemlékezést követően kezdetét vette a Zöld Sportok klubjának a csúcsfutása, amely a Hősi Emlékműtől indult. 12. alkalommal rendezték meg az aradi vértanúk csúcsfutást Tarcalon. A megemlékezés után a hideg ellenére sokan teljesítették a több mint 5 kilométeres és 400 méteres szintkülönbségű távot. A községben a Hősi Emlékműnél gyülekeztek a résztvevők, ahol Tarcal polgármestere Butta László mondott beszédet. Kiemelte, hogy Kovács Attila ötlete alapján rendezték meg 12 évvel ezelőtt az első hegyi versenyt. Elhangzott az, hogy 1849. október 6-án végezték ki Aradon az 1848-49-es évi szabadságharc 13 honvédtisztjét. Pesten pedig ugyanezen a napon hajtották végre a gróf Batthyány Lajos egykori miniszterelnökre kiszabott halálosítéletet. A bécsi forradalom évfordulójára időzített kivégzés sorozat a levert szabadságharc utáni megtorlások tetőpontja volt, amiről a magyarság évről évre nemzeti gyásznap keretében emlékezik meg. A rajthozállás előtt az emlékműnél koszorút helyezett el Butta László polgármester és Kisné Fási Nóra Tarcal alpolgármestere, majd a Zöld Sportok klubjának képviseletében Kovács Attila elnök és Szanyi Ágnes. A futókat Butta László pisztolylövéssel indította útjára. Sajnos egy szomorú okból vagyunk itt, hiszen 170 évvel ezelőtt az aradi vértanúkat kivégezték, és ebből az alkalommal is a tiszteletükre ezen napon mi már 12 éve aradi vértanúk emlékfutást szoktunk rendezni. Mint tudjuk, 1848-ban Európában a Szikráj kilobbant egy forradalomnak Franciaországban, és nagy büszkeségünkre, bár fájdalmunk is, Magyarországon a hanvai szerencsére nem haludtak ki, de itt ért véget ez a szabadságharc, európai szabadságharc, és ezt a szabadságharcunkat is csak az osztrák és az orosz cárisereknek a segítségével sikerült letörni. Ezért ugye hajnaú megtorlásként a 13 aradi tábornokot kivégeztette. És ebből az alkalommal úgy gondolom, hogy minden magyar embernek kötelesség az, hogy ezen a napon emlékezzen a hőseinkre, és az is kötelességünk, hogy ebből az alkalomból, hogy ne felejtsük el azt az eszmét, amit ők hirdettek, és ezt vigyük tovább mi is, adjuk tovább gyermekeinknek, unokáinknak.
Harsányi Tamás 3 perc késéssel indult el a Bükki műhely amatőr csapatából, ő ért be elsőként a célba. Tamás minden héten részt vesz futóversenyeken édesapjával, ami megfelelő edzésnek bizonyul. Legutóbb, hát egy jó 5 vagy 6 éve indultam itt, ugyanezen a útvonalon. Azt hiszem 5,5 vagy 6 kilométer, nem tudja, 5,5 lenne, 400 méter szint van benne, kemény, főleg úgy, hogy lekéstük Bogály Janival a rajtot. Így utólag tudtam, hogy 3 perccel, úgyhogy utolsóban lesznek az elsők, de ennek ellenére nekem jól sikerült, és sikerült megnyerni. Hát ez a szeles, kicsit hidegedő, nem a szívem csücske, kicsit ilyen fáradós vagyok, de érzem is csak kicsit a törőmön, hogy kicsit hideg, de jó, jól ment. Az aszfalt és terepversenyeket szeretem, általában minden héten versenyzünk, kinézzük a neten ezeket a helyi, itt könnyiki családias versenyeket, és akkor ezeken elindulunk. Általában mindig Harsányi Zsoltival, a apával szoktunk jönni. Következő verseny jövő héten lesz a disznókő, futóverseny, terepverseny, ott fogunk félmarcsin rajtozálni. A versenyzők az edzettségi és felkészültségi szintjüknek megfelelően teljesítették a kihívást, akik alapos felkészülést követően vágtak neki a nagy megmérettetésnek. A Zöld Sportok klubjának elnökét nagy örömmel töltötte el a nagy létszámú nevezés, ahol minden korosztály képviseltette magát. Személyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleset történt október 8-án a késő délutáni órákban Szerencs és a Mezőzombori körforgalom között a 37-es számú főúton. A helyszínen szerzett elsődleges információk szerint egy Ford típusú személygépjármű haladt Szerencs irányából Sátoraljaújhely felé, amikor tisztázatlan körülmények között áttért a menetirány szerinti baloldalra, ahol a vízzel vezető árokba hajtott, majd fának csapódott. Az autóban egy idős házaspár utazott. A sofőrt könnyű, míg az utasát súlyos sérülésekkel szállították kórházba. A helyszínelés idején teljes útzár volt az útszakaszon. Tisztelettel és szeretettel köszöntötték megyasszón az időseket október 4-én a közösségi házban. A megjelenteket az ünnep alkalmából Hajdú Istvánné, a település polgármestere köszöntötte, aki az öregkor előnyeiről mesélt. A szépkorúak már megvívták az élet nagy merész csatáit, éppen ezért a tapasztalatok idővel bölcsességgé nem esettek. A rendezvényen köszöntő beszédet mondott Koncz Ferenc országgyűlési képviselő, aki beszédében kihangsúlyozta, hogy tisztelni és becsülni kell azokat, akik felneveltek, szerettek, törődtek velük. Nagyobb türelemmel és megértéssel kell feléjük fordulnunk. Örömét fejezte ki, hogy ezen a szép napon olyan sokan összegyűltek. Az ünnepségen külön köszöntötték az 50 és 60 éves házassági évfordulójukat, ünneplőket és a legidősebb születésnapos szépkorúakat. Az idősek képviseletében Kegyes Sándorné Olga néni, gyémánt pedagógus mondott köszönetet a település vezetésének. Beszédében mesélt a településhez kötődő emlékeiről, és megköszönte kortársai nevében, hogy idén is gondoltak rájuk. Ezután a megyasszói Mészáros Lőrinc körzeti általános iskola 4. A-osztályos tanulói az alkalomra készített műsorukkal örvendeztették meg a jelenlévőket. A jó hangulatban telt délután fokozta a meglepetés vendég Bányai Márton nóta énekes. Aki a bobáját igazán szereti, akármilyen jeges eső esik, úgyis fel kell esik. Akármilyen jeges eső esik, úgyis fel kell. Szüreti mulatságot tartottak október 8-án a Szerencsi Bolyai János katolikus általános iskolában. A Gyárkerti, a Napsugár és az Ondi óvodákból érkeztek a gyerekek az oktatási intézménybe, ahol az iskola 4. osztályos tanulói adtak műsort a vendégeknek. Az oktatási intézmény ebédlőjében először Gasperné Tilman Edina igazgató köszöntötte a résztvevőket, aki elmondta, hogy milyen lehetőségeket is tartogat a kicsiknek az iskola, majd
helyet bemutatta a leendő elsősök tanítóit. Jövő szeptemberben Rudolf Lászlóné, Újhelyi Ivet és királyné Tamaska Tünde várja majd a lurkókat. Ezután kezdődött a negyedik osztályosok műsora, akik igazi szüreti hangulatot varázsoltak az alkalmi színpadra. A negyedikesek egy ismert Mátyás királyról szóló mesét játszottak el az ovisoknak, akik nagy érdeklődéssel figyelték az érdekes előadást. Ezután az óvodásoknak fel kellett ismerni az általuk is ismert dalokat, mint például az Érika szülőt, vagy éppen a Szélről legeljetek kezdetű énekeket, amelyeket hangszerekkel is kísértek. Ezt követően az óvodások a tanulókkal közösen táncra perdültek az iskola étkezőjében. A vidám szüreti program végén a Bolyai János Katolikus Általános Iskola vezetősége őszi finomságokkal és vidám hangulattal is kedveskedett az ovisoknak. Mezőzombor község önkormányzata idén is kulturális programokkal köszöntötte az időseket október 4-én a helyi közösségi házban. Csepely Krisztina az alkalomhoz illő idézetekkel, versekkel és ünnepi gondolatokkal adott köszönetet az időseknek a sok jóért, amit tőlük kapott. A szépkorúakat Radó Béla polgármester üdvözölte, aki szólt arról, hogy azért gyűltek össze, hogy átadjanak egy maroknyi szeretetet, odafigyelést, így szerezve emlékezetes perceket az idősebb nemzedéknek, akik közül közel 300-an fogadták el a meghívást. A település első embere szólt arról, hogy en a napon a közösségi házban meghívott vendégek közé feltöltődni ment, majd hozzátette, hogy neki nagyon fontos az idősebb generáció véleménye, amit minden egyes döntés előtt ki is kért tőlük. Hozzátette, hogy azok a közösségek tudnak megfelelően boldogulni, akik megfogadják a szépkorúak véleményét. Elhangzott az is, hogy azoknak az embereknek, akik a közösségi ház nagy termében foglaltak helyet, ők leginkább a 20. században éltek, amikor sok rosszat, háborút, éhínséget kellett túlélniük. Nagy megtiszteltetés az, hogy azon az úton, amelyet szüleink, nagyszüleink kiépítettek, amin ők elindultak, azt mi folytathatjuk. De reménykedtek, és legjobb tudásuk szerint próbálták meg építeni a hazát. A község polgármestere köszönetet mondott a képviselőknek, intézményvezetőknek és az önkormányzati dolgozóknak azért, hogy folyamatosan segítették a munkáját, és mellé álltak abban, hogy tovább fejlesztik Mezőzombort. Radó Béla kiemelte, hogy október 13-a után is szeretné tovább folytatni a 2010-ben megkezdett munkáját, amihez kérte a községben élők támogatását. Az ünnepi beszédeket követően a mezőzombori Bóbita óvoda gyermekei léptek a színpadra, akik vidám folklór műsorukkal igyekeztek mosolycsalni a teremben helyet foglaló szépkorúak arcára. Ezután Lakatos Melánia és Bodnár Imre verset szavalt el az idősek tiszteletére. Csepely Krisztina tolmácsolta 90 esztendős Kovács Józsefnénak Orbán Viktor miniszterelnök születésnapi jó kívánságait. 60. házassági évfordulójuk alkalmából először Gergely Lajost és Dovák Máriát köszöntötték. Takács Pál Zoltán és Orgona Jolán, valamint Géci József és Kovács Katalin is ajándékot és virágcsokrot vettek át Radó Béla polgármestertől és Fercsák Melinda intézményvezetőtől 50 éves évfordulójuk alkalmából.
Az ünnepi pillanatok után Solymos Tóni lépett a színpadra, aki örök zöld slágerekkel szórakoztatta a mező zombori szépkorúakat. Fogtam egyet, jaj, de kár, lerúgott már messze ez a gyerek. Száj, madár. Itt állok most madár nélkül kérre. Egy újat fogok, lesz jól megnézni. Az aradi vértanukra emlékeztek október 7-én a szerencsi Bocskai István Katolikus Gimnázium és Szakgimnázium aulájában. Az ünnepi beszédet az igazgatóhelyettes Gazdóf Miklósné és az iskola történelem földrajszakos tanára Braun Csaba tartotta. A megemlékezésen elhangzott az, hogy 1849. október 6-án végezték ki a 13 honvéd tábornokot, pontosabban egy altábornagyot, 11 vezérőrnagyot és egy ezredest. Ezen a napon vetettek véget Batthyány Lajos miniszterelnök életének is Pest. Török Ignác pedig szívrohamot kapott, mielőtt a hóhér végezhetett volna vele. Az ítéletek kimondása, a kivégzések mikéntje és sorrendje részletes meggondolások alapján történt. Hajnaú személyes bosszúja mindent felülírt, így gróf Vécsei Károlyt, honvéd vezérőrnagyot végezték ki utoljára. A történelmi események felelevenítése után a gimnázium diákjai az alkalomra készített műsorukkal hozták még közelebb a szabadságharc eseményeit. A tanulók versekkel és énekekkel, valamint a vértanúk életútját röviden bemutatva emlékeztek meg az 1849. október 6-ai tragikus események szörnyű pillanatairól. Az előadást kivetítőn kísérték végig a hősi áldozatok fényképeivel és korabeli helyszínek felvételeivel. A Nemzeti Gyásznapon országszerte megemlékezéseket tartottak. Ünnepi műsorra készült idősek napja alkalmából Bekecskőség önkormányzata a településen élőknek október 9-én a helyi általános iskola aulájában. Az eseményen Bodnár László polgármester köszöntötte a megjelenteket, aki beszédében szólt arról, hogy tisztelni, becsülni kell az időseket, akik sok rosszat megéltek az életükben, azonban ezekkel váltak igazán bölcsé. Elhangzott az, hogy az idő gyorsan eltelik, éppen ezért érdemes megállnunk egy kicsit, és ha tudunk, akkor segítsünk embertársainknak, figyeljünk oda egymásra. Az eseményen elsőként a Lurkóház napközi otthonos óvoda gyermekei és óvoda pedagógusai népviseletbe öltözve mutatták be az alkalomra készített vidám produkciójukat. Ezután a II. Rákóczi Ferenc informatika, matematika tagozatos általános iskola diákjai versekkel, szavalatokkal és szívhez szóló dallamokkal szórakoztatta a közönséget. A gyerekek műsora után a szépkorúak léptek a színpadra, akik ismert nótákkal készültek a szépkorúak ünnepére. A nemrégiben megalakult Bekecsi dalolda mutatta be az alkalomra készített dalcsokrát. A program zárásaként Vadkerti Imre, a Kormorán együttes énekese varázsolt el a szépkorúakat Bekecsen. Jó ég,
hogy kicsit arra túl. Jó ég, ha néha-néha lobban még a lány, ha gyertya ég, ha azt hiszünk, hogy jó ég, hogy így sem mindig jó. Az Országos Meteorológiai Szolgálat Miskolci veszélyjelzői szolgáltató iroda tájékoztatása szerint a következő napokban lényeges változás időjárásunkban nem valószínű. Az éjjel képződő köd nagy része délelőtt feloszlik, és általában sok napsütésre számíthatunk csapadék nélkül. A fagymentes éjszakák után többnyire 20 fok fölé melegszik fel a levegő a délutáni órákra. Reggelre általában 9 fok lesz, még délutánra 22 Celsius fokig emelkedik a hőmérséklet. A térségben fronthatás nem várható. Tisztelt nézőink! A Globo Televízió heti közéleti műsorát a Globo magazint látták. Új adással legközelebb október 20-án várjuk Önöket. Címünk 3900 Szerencs, Rákóczi út 43 szám. Telefonszámunk 47-es körzet 361-156. E-mail címünk szerkesztőség@globotv.hu. Elérhetőségeinken várjuk észrevételeiket, kérdéseiket, javaslataikat. Honlapunkon a globotv.hu-n a hét mindennapján olvashatják friss híreinket. Köszönöm, hogy velünk tartottak, és a jövőben is várjuk Önöket a képernyő elé. Viszontlátásra!